Farkas György, Nádas György. Szervusztok, Isten hozott. Zimmer Frey Tamás. Szia. Szia, Frey Tamás. Szia. Foglaljatok itt helyet. Te hol jössz? Üljél ide. Nem, parancsolj. Ki hol? Üljél ide. Olyan jó, miért érzem magam. Így volt ez kitalálva? Nem volt sehogy. Értem. Na, ülj le oda szépen magadnak. Ez az edzdés szó szerinti fordítása, ülj le magadnak. Neked így vannak ilyen stika fogácsáid? Vannak. Érsz vele? Parancsolj. De nem, ezt nem tudtam, hogy... Ez miért kezdett vigyázzon? Ez még egy korábbi jelenetben szerepelt, és ezt itt marad, de használjátok a fés. Igen. Nagyszerű. Az örülök, hogy itt lehetek melletted. Baromira szeretem a koszovói riportjaidat. A Brisko Mitrovicával, hogy ott az alagútba lőtték a tankot, az jó volt. Hozzám beszélni, most hozzá. De ő az. De kommentot tudod, bedugták a lángszorot a izé seggébe. Dehogy nem is jött fel a izé, dehogy nem. És akkor... Ez a Krudina. Ja, bocsánat. Sportiporti. De tudom. Ő interjúvolja meg a... Azért a... Az, bizony. Talán próbáljunk azért egy-két szót váltani. Annak ellenére, hogy Derék kollégáim ugye mindent elkövetnek ennek megakadályozására. Nem gondolnám, hogy most enciklopédikus beszélgetést folytassunk, de annyit igen, hogy merre jártál a Spitzbergák óta, ugye ez volt legutolsó. Én Mongóliából élek 21 néhány éve, úgyhogy én sajnos nem tudok olyan sűrűséggel, olyan exotikus helyekre menni, mint te, úgyhogy Kleine Fische, Gute Fische alapon. Istenét kajáltam, de nem, ja. Ez nem is az én bögrém. Az enyémre rá van írva, ugye, a Gyuri baba és a jelen egy zöld gumicsizva átúzott kapával. Üzbegisztán és India. Mi újság Üzbegisztánban? Üzbegisztánban mentünk egyik városba a másikba. Iszonyú göröngyös út, hát Üzbegisztán, szóval azért mondjuk nem egy fejlett ország, egysávos út, zögykölődünk, és egyszer csak zoom, kiszélesedik az út 8 sávosra, megy 2 kilométer tükörsima út, aztán újra összeszűkül, és újra zögykölődünk. És kérdez a vezetőt, hogy ez most mi volt? Hát, a Jumbo Jet itt szokott leszállni a Karima Vertás. Megvette a Bill Clintontól ugyanazt a gépet, és ő itt száll le, és az egy kicsit problémás, mert azért ugye... A Bill Clinton országából vagy effektív azt? Az Air Force One-t megvette, mert ott most éppen cseréltek, ő mondta, hogy ők picit rámenne. Igen, és hát ugye vagy 400 kilométerre van a fővárostól, tehát oda Jumbo-val kell menni, mert ugye rossz az út. Világos. És az ráadásul a borzasztó benne, hogy ugye telefonrendszer nem működik, tehát ő reggel azt mondja mondjuk a titkárának, hogy valószínűleg ma lemegyek oda abba a palotámba. És akkor abban a pillanatban, hogy puff, lezárják ezt a 2 kilométert, 30 kilométeres sorot állnak az emberek és várnak, hogy majd egyszer jön a Jumbo. Egyszer csak megjött a Jumbo, kikerülgetik után és mennek. Súlyos. Elképesztő. Komolyan. És akkor utána ezt akartam neked megmutatni, hogy hova jutottam úgy az ország. Ez egy 350 éves, kézzel írt arabima könyv. Nem tudom, melyik kamera felé kell mutatni. Tehát mondjuk ez egy igen, igen értékes példány. Tehát mondjuk ilyet Sotheby's árverésen sok százer forintra lefordítva vennél. Bukharában állunk a múzeumban. Vitrin. És úgy nézegettem. Vitrin alatt ezek a régi könyvek, az régi emirek könyvei, és oda jön a őrbácsi, tudod, aki ugye a sarokba ül, és azt mondja... Igen, a gyezsúr. Igen. A gyezsúr naját most férfisítettem. Igen. Tetszik? Persze, hogy tetszik. És mennyit ad érte? De... Múzeumban vagyunk. És én teljesen extrém, mondom, 15 dollár, tehát hogy több száz éves könyv. Azt mondja, 25. Elkezdett alkudozni. Mondom, jó, 18, 19. Mondom, jó, 19, igen, jó. És hogy kapom meg? Semmi gond, zsebébe benyúl, tudod, ilyen lakat lógott az üvegvitrin tetején, lakat kinyit, fölnyitja, mondja, hogy fogja, kivette ugye a cetit, hogy 342 éves arab könyv, ezt így összegyűrte, a maradék 5 könyvet egy kicsit így ízlésesen elrendeztető. Fölne tűnye, hogy bármi gond van, visszakész. Ennek a tényleg annyira régi hagyományai vannak. Komolyan. De tényleg, szóval most értjük meg, és már szégyellem elmondani, de a fiatalabb generáció kedvéért megteszem, ugye, amikor a kombácsi volt Moszkvában, és láttad Lenint, láttál, és sorba álltál? Nem, adtam 10 dollárt, és kihoztál. Jobbat mondok.
állunk hívába, az Vámbéri Árminnak egy ilyen nagyon érdekes városa volt. Már adásban volt, úgyhogy végül is kihagytad. De nem... Vámbéri Ármin, az egy magyar utazó volt. Én ezt pontosan tudom, és most ezt nevezesd így elő, ugyanis többek között a Spitzbergákon erről is beszélgettünk, hogy, de most komolyan mondom, hogy foglalkozz szisztematikusan, ugye Kepes Gyula bácsi és ki volt? Nem, hanem az András, a Almási gróf, kollégák akcióban vannak. Hanoé Wilhelmtel. Magyar hangja Láng József, szinkronrendező Gerhard Pál, a szinkron a Pannon Dia filmfőbe készül. Na, egy szóval picit inkább a gyümölcs arasbabban foglalkozzatok, jó? Biztos Üzbegisztánban voltál, te csak azért kerülök. Üzbegisztán az zűrös. Zűrös. Az utolsó szovjet pártfőtitkár ki más? Az megszerezte a hatalmat, és Üzbegisztán az a 7. a világ arany termelésében. Igen. És így jön egy... Annyira disztunk, de azért is megismételjük, hogy 7. a világ arany termelésében. De és mi az, hogy utolsó szovjet? Tehát, aki a legutolsó volt. Aki legutolsó még a szovjet rendszerben. Üzbegisztán már egy önálló ország. Azt tudom, ennyit tudok. És ott is, ahogy Magyarországon is legtöbbször még a tanácselnök, ugye a polgármester, ilyen alapon maradt a darga, maradt az első ember. Figyelj, doktor Orbán! Hát ez kész. Szegény feleséged Edith, az gyakorlatilag... Most fotózzás, Anyi. Hát sajnos! Komplett Mária no. Egyben az összes. Terrárium. Na, Tomé, tűnjük vissza tényleg a... Hát most már... Megőrülök, ha nem tudom meg, mi lesz. Üzbegisztánban. Az utolsó, ami meg már meg is hámozta. Szóval... Üzbegisztánon ott van Ambipurtól 20 kilométer. De hogy, Gyuri, te, hogy az Ambipur, ez már 10 éve nyomott, hogy erről még hány bőr tudsz lehúzni. Ez hát mindig a legkülön, meg a banánról, kérlek szépen, már mindegy. Kész. Elmebetegek vagytok. Nem akarok hallgatni. Hogy van ez a Üzbegisztán? Mondja, szabad itt a bögtél! Tehát? Az üzbék párt főtitkáról kivezettetlek benneteket most már tényleg? Hagyjátok ide. Szóval... Csúnyán néz a Sanyi, csöndbe maradunk, jó? Egy picit most, egy pici, pici, pici. Viszont ezt megfogta a Gyuri, én már nem fogom tovább. Pici. Milyen nagy tojásom van? Nyugodtan, te műsorod. Nem, én már néztem, hogy egy külön sarokban hol tudnánk beszélgetni. Tehát, Gabi, mi visszamehetünk oda a szedbe? A két flőr székre? Nem. No, nem. Akkor talán most egy picit eldugoltak, most tettek a gyerekek meg, stb. Úgyhogy talán van esély, hogy meghallgassuk ezt a bizonyos üzbék történetet, ami hát most már gyakorlatilag a képtelenségben van. Na, mars ki! Hát nem normálisan. Nekem még azért Tordján doktor hiányozna innen. Tedd le, hadd csináljon valamit. Nem kaptam meg reggel a déli gyümölcsöt, és másnap. Súlyos elmebetegek. Dezső bácsi. Nem. Elmúlik a hasmenés. Nem. Leveheti a liberót, ezt azóta Varjú bácsi fejjel ülök itt. Na, tényleg most itt. Nem lehet most már szóval olyan helyzetet teremtettetek. Megőrülnek, hogy mi volt Tajikisztán. Megőszültek a második sorba. Na most annál is inkább gázos a helyzet, mert a közösség nem fogja megtudni, hogy mi volt Tajikisztánban, hiszen Tamás Üzbegisztánban járt. Tehát
erre a drámai helyzetre. Egyébként nekem van azért egy mentőkérdésem az ilyen helyzeteknek az ostromlására, hogy Üzbegisztánban nem találkoztál esetleg Richard Burton-nel. Tehát már bocsánat, de ebben a helyzetben erős effekteket kell bevetnem, mert gyakorlatilag semmi esély nincs arra, hogy mi beszélgessünk. Hála derék kollegiális kollégáimnak. Ja. De hiányzik a szőre, kis dinnyek. Na mindegy. Nagyon hülyék. Ezt nekem mondtam? Akkor jól hallottam, nem azért, csak kérdeztem. Akkor úgy megsértődtem, hogy 2 órán keresztül nem néztem be a tükörbe. Szegény kis barátom, nem tudom, hallottad a... Nem is tudtam róla. Sorsos gyerek, képzeld el. Pisztolynak, igen. Pisztolynak látszó tárgya beugrott a kútba, csóró. És rákapcsolódott a... Nem is mondom tovább. Szörnyű esemény volt. Mert nem tudta... Most kell elkapni a fonalat. Most igen, már. Igen. Mondok én point, és csak megesem. Nem, pont. Tehát ott tartottunk, hogy... Havából föltámad Főnix madárként megpróbáljuk felpumpálni magunkat. Nehéz lesz. Nem szabad. Szerintem gyakorlatilag lehetetlen. Köszönjük szépen, Frey Tamás látják, hallják majd, ha legközelebb lesz vendégem, mert erre gyakorlatilag nincs esély. Köszönjük szépen, és azonnal következik Gerendás Péter, illetve a Four Fathers. Uraim, a Schroeder zenei színpadán Gerendás Péter és a Four Fathers.